Sziasztok srácok, üdvözöllek titeket a Benzintemető csatornán. Folytassuk az előző témát, amiben bemutatok nektek egy adag filmbéli autós jelenetet, ami nem a tervek szerint alakult. Ha még nem láttátok az első részt, mindenképp pótoljátok, mert onnan vesszük fel a fonalat. A tematika változatlan, nem csak a balesetekről, de a forgatásról, a filmekről és a benne szereplő autókról is fogok nektek mesélni. Előre szólok, hogy nem fértem bele két epizódba, úgyhogy most egy trilógia második részét láthatjátok. Kezdjük is! Az előző részhez hasonlóan ismét helyet kapott egy magyar film, mégpedig az András Ferenc által írt és rendezett 1982-es Dökkesejű. A Pogány Madonnához hasonlóan ezt is a kommunizmus végén forgatták, így hasonló autókkal randalíroznak benne a színészek. A főszerepben Cserhalmi György egy taxisofőrt játszik, akit a film elején zsebtolvajok szabadítják meg a pénzétől. Persze a fuvarosnak nem hisz senki, így egyre mélyebbre süllyed a bűn világában, csak hogy bebizonyítsa a saját igazát. A mozi kiváló korkép és még mai szemmel is remek társadalom kritikával mutatja meg, hogy lesz az egyszerű ember a rendszer áldozata. Már csak az akkori budapesti látképért is érdemes megnézni. Tudom, hogy a fiatalok mostanság imádnak a Four Seasons előtt autókat spottolni, így nekik is csábító lehet, hogy a filmben feltűnik a szóban forgó Gresham palota és környéke. A főszereplő kezdetben egy Lada 1200-assal járja a várost, amin a volántaxi felirat olvasható, de az első autós üldözésben mégis egy főtaxitársasághoz tartozó zsigulival keveredik bele. Utóbbit az akkori szlengben kockás taxinak hívták, hisz ez a minta futott az oldalukon és a motorháztetőn. Mivel a filmet 1981 végén kezdték forgatni, ez a két társulat teljes mértékben lefette a budapesti taxikolóniát, hisz a magántaxik hivatalosan csak 1982. január 1-től szállíthattak utasokat. Micsoda? Főtaxi, volántaxi, magántaxi? A fiatalokban jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mégis mi a fenéről beszélek. Jöjjön egy kis történelem óra. Budapesten 1913 nyarán kezdődött a géperejű gépkocsikkal történő fuvarozás, de a szocialista gyártmányok csak a II. Világháború után kerültek a fókuszba. A 70-es és a 80-as években a taxiállomány jelentős hányada már Ladák hadseregéből állt, amik két állami céghez tartoztak, a főtaxihoz és a volántaxihoz. Nyilván a lefedett piac nagyon jó bevételi forrás volt egy szűk rétegnek, cserébe nem tudták kiszolgálni az emberek egyre növekvő igényeit. Aki taxizni akart, annak sokszor órákat kellett várni az utcán, mire megérkezett egy autó, így agresszív terjeszkedésbe kezdtek az illegális, engedély nélküli fuvarosok, akik leszólítottak az utcán, majd a megfelelő összegért cserébe már vittek is a célállomásodra. Nem elég, hogy gyorsabb, de sokszor még olcsóbb is volt ez a megoldás. Az államnak erre muszáj volt reagálni, hiszen egyre több pénz mászott ki a zsebükből. Egyszer csak azt mondták, jól van, nyertetek, taxizon, aki csak akar, de előbb fizessen nekünk. Így Budapesten 1982-től dolgozhattak a magántaxisok, persze csak miután jó pénzért kiváltották az engedélyüket a fővárosi tanácstól. Sokan nem láttak benne komoly jövőt, hisz a sofőr teljesen magára volt utalva, a szervizt és a szervezést is magának kellett megoldania. Ennek ellenére a következő években egyre inkább elszaporodtak, 83-tól pedig már fuvarszervező társaságokba gyűltek, így alakultak ki a ma is ismert szövetkezetek. Na de vissza a filmhez! Anyját, az autó! Nem az enyém. Miután a főszereplőt kirabolják és senki sem hiszi el a történetét, elhatározza, hogy kerül amibe kerül, megbünteti a zsebtolvajokat. Tervében központi szerepet játszik egy leponyvázott, piros 1003-as zsiguli, amit el akar lopni, viszont a takaró alá szüksége lesz egy hasonszőrű ladára. Ehhez az egyik kollégájának a főtaxis verdáját nyúlja le, amivel kezdetét veszi a film első autós üldözése, ahol Cserhalmit nem csak a rendőrség, de a környező taxisofőrök is megkergetik Budapest utcáin. Ezeknél a jeleneteknél egy szirénázó rendőrautó biztosította nekik az utat 30-40 méterrel a száguldó verdák előtt.
Amikor a színész arcát mutatja közelről a kamera, látszik, hogy furcsán balra tekingél, mintha nehezére esne kilátni. Egy későbbi interjú szerint okkal tett így, hisz itt leszették a Lada motorház tetejét, hogy egy deszkán ülve elférjen az autó elején az a két operatőr, akik a felvételt készítették, így nem látott tőlük semmit. Miután lerázta az üldözőit és kicserélte a zsigulikat, sikerült törbecsalni a tolvajokat és elvenni a pénzüket. A második hajsza már a Kerepesi úton zajlik, fényes nappal, ami megnehezítette a forgatást, hisz az utakat csak részlegesen zárták le, hogy ne legyen teljesen üres a háttér. Több snitben is látni a tömegekben összegyűlt bámészkodó embereket, valamint az útszakasz lezárását. Persze ez és a megegyező mégis folyamatosan más pozícióban feltűnő autók mind a szűkös büdzsének köszönhetőek. Számunkra most az utolsó képsora mérvadó, hisz ebben a jelenetben sikerült elmérni a féktávot, így a piros Lada teljesen véletlenül csúszott bele a Zaporozhecbe, amit pár másodperccel korábban előzött meg. A karambolban még egy Trabantot és egy kék zsigulit is összetörtek, de a készítők végül úgy döntöttek, hogy benne hagyják a jelenetet a filmben, és ha már így alakult, plusz felvételeket is rögzítettek hozzá, amin a roncsokat takarítják el az útból. Az üldözés végeztével a piros Lada hirtelen megjavul, így Cserhalmi jó áron tudja értékesíteni a fekete piacon. Ez egy elég nagy hiba, ráadásul a két autó nem is egyezik meg teljesen. Ha minden igaz, a hajszát egy 1977-es példánnyal, még a lassabb jelenteket egy 1981-essel forgatták, amiket a visszapillantójuk alapján lehet a legkönnyebben megkülönböztetni. A főszereplő végül eléri a célját, de ekkor már túl sok bűn tapad a kezéhez, tudja, hogy a börtön elkerülhetetlen. Azonban ő nem kér abból a megaláztatásból, ami ezután következne, így elhatározza, hogy ővé lesz az utolsó szó. Pierce Brosnan 1994-ben vette át a stafétát James Bond karakteréhez, hogy 6 év kihagyás után 1995-ben megszülethessen az aranyszem. A filmet a novemberi premierhez képest csak januárban kezdték el forgatni, mert a hosszú szünet után több tárgyalás is elhúzódott, köztük az autók kiválasztása is. A producerek végül az utolsó pillanatban kötöttek egy 3 részes szerződést a BMW-vel, de olyan későn, ami nem csak a stábnak, de még a bajoroknak is problémát okozott. Az egyezmény már a mozi gyártásának az utolsó fázisában írták alá, így utólag kellett helyet szorítani a kiszemelt Verdának, ami ráadásul annyira új volt, hogy hivatalosan még nem is létezett. A BMW az akkori legfrissebb roadsterét, a Z3-at adta oda a stábnak 1995 nyarán, miközben ez a modell csak szeptemberben került egyáltalán gyártásba. A márkaváltás miatt rengeteg kritika érte a stúdiót, de a bajorok terve kifizetődött, hisz a termékelhelyezés 3 millió dollárjukba fájt. 007-es. Először a kocsiját nézze meg. BMW kupé, villámgyors, 5 sebességes, a legmodernebb radarral. Mégis 240 milliót hozott vissza nekik. Abban az évben ez lett a legsikeresebb reklámfogás, de a mai napig az egyik legjövedelmezőbbek között tartják számon. Akkoriban a Z3-hoz készült egy limitált James Bond Edition is megfelelő konfigurációval, amiből az első nap elkelt mind. Ez az eset jól mutatja, hogy a mostanság hanyatló sportautó és roadster szegmens mennyire virágzott a 90-es években. De ahogy említettem, a kapkodásnak megvolt az árnyoldala is. A korábbi Bond tradíciókhoz képest ez a BMW teljesen eredeti volt, semmilyen módosítást vagy kütyüt nem tettek az autóba, amit akkoriban elvártak volna a rajongók. Hiába sorolt fel itt pár fegyvert Q. Önrobbantó rendszerrel, és természetesen a többi szokásos extrákkal. És ez. Ez itt az, amire különösen büszke vagyok. A fényszórók mögött beépített rakéták. Isteni, ilyenben jó kikapcsolódni a nehéz napi munka után. Valójában nem volt benne semmi. Engem ez mondjuk egyáltalán nem zavar, hisz jobban szeretem az élethű akciófilmeket, és szerintem pont a kütyük miatt öregedtek rosszul a régi kémfilmek.
Viszont ami nekem is bökte a csőröm, az a BMW akció jelenetének a hiánya. Prototípus mi voltából nem sérülhetett meg, és nem alakíthatták át, így a Verda körülbelül egy percet kapott a filmvászon, ráadásul ott sem Pierce Brosnan vezette, hanem egy parókás dublőr. Ettől függetlenül Bond film nem létezhet legalább egy korrekt autós üldözés nélkül, amire visszahoztak egy régi klasszikust. Az előző epizódban elég sokat időztem az első Aston Martin DB5 sztorián, amit Sean Connery, majd később Roger Moore is vezetett, mielőtt 1997-ben nyoma veszett. A producerek úgy gondolták, 30 év után ideje visszahozni a híres modellt a franchise-ba, így Bond ezzel utazott el Monakóba. Ha már arra járt, nem hagyhatta ki a Dél-Franciaországot átszelő szerpentíneket, ahol hirtelen versenytársa akadt, amikor megkörnyékezte egy vadonatúj Ferrari 355 GTS. Én ugyanúgy élvezem a száguldást, mint bármelyik másik lány. A fádat befogott. A verseny bemutató képsorok remekül sikerültek, ami nem véletlen, hisz az a Remy Julien felelt az autós mutatványokért, aki már 5 korábbi James Bond filmben is jeleskedett. Ezt a jelenetet 1995. február 20-án kezdték forgatni, és 3 Aston Martint vásároltak hozzá, valamint egy Ferrarit béreltek egy helyi kölcsönzőből. Fontos tudnunk, hogy a kezdeti DB5-ösök ekkor már magángyűjtők kezében voltak, így az itt látott darabok nem egyeznek azokkal, de a recept ugyanaz volt. Kellett egy jó állapotú a közeli jelenetekhez, ez volt a DB5 2187R alvásszámú példány, még 2 másik, mondhatni rosszabb formában lévő kupéval forgatták a hajszát. Ők voltak az 1484R és az 1885R alvásszámú verdák. A kanyargó szerpentinen 2 hétig, egészen március 7-ig forogtak a kamerák, mire sikerült felvenniük a kívánt snitteket. Jogosan merülhet fel bennetek a kérdés, hogy mégis mi tartott eddig egy 3 perces jelenet rögzítésén. Az egyik ilyen gond az időjárás volt, hisz a heves esőzések miatt napokig szüneteltetni kellett a forgatást. A másikat pedig a videó címéből kitalálhatjátok. Bizony-bizony, alanyunk nem szerepelne itt, ha minden a tervek szerint alakult volna. Először is Remy Julien hozott magával egy egyedileg átépített kamerás autót, ami szerintem egy szétvágott Citroen CX GT volt, legalábbis annak a felnyét viselte, valamint nyomokban még a forma is stimmelt. A teljesen lecsupaszított kaszninak köszönhetően komoly tempót lehetett vele autózni, így sokszor ezzel üldözték a 2 kupét, de a kamerát is ennek a lökhárítójára rögzítették ezekben a gyors jelenetekben. Viszont az alagútba menet sikerült elmérni a féktávot és neki csapódni az út menti sziklának. A baleset következtében nem csak a kamera, de az autó is megsérült. Ez volt az olcsóbbik káreset. A forgatókönyv szerint az egyik jelenetben a Ferrari levágja a hajtókanyart, hogy az Aston Martin elé kerüljön, viszont az első próbán az aszfaltra való visszatérés pillanatában elvesztette a tapadását és megforgott, amit a DB5 már nem tudott elkerülni, és belecsúszott, összetörve mind a 2 kasznit. Mondanom sem kell, hogy aznap már nem tudtak tovább forgatni, hisz a szerelőcsapat másnap hajnalig dolgozott a brit sportautó karosszériáján, mire mindent helyre tettek. A karamból kínosabbik fele mégis a Ferrari volt, hisz azt csak bérelték egy helyi autókölcsönzőtől, így elég kellemetlen volt még aznap beállítani vele a monakói Ferrari szalomba, hogy egy napjuk van megjavítani az F355-öt. A szerelők itt is túlóráztak, de a 80.000 dollár a számla után, amit kiállítottak, azt hiszem ez belefért. Ahogy említettem, a jelenetek 2 hét múlva már elkészültek, miután a stáb úgy nyilatkozott, hogy rosszabbul is járhattak volna, hisz a szerpentin alatti szakadék tele volt autóroncsokkal. Ez volt Remy Julien utolsó Bond filmje, de lesz még róla szó a mai videóban. Az Astont a fia vezette a jelenetek többségében, amire már nem tudták az eredeti BMT 216 árrendszámot regisztrálni, mert valaki időközben kiváltotta azt, ezért kényszerültek rá a BMT 214 ára. A csapat kiemelte, hogy az öreg Aston teljesítmények köszönő viszonyban sem volt a 30 évvel fiatalabb Ferrariéhoz képest, így nehéz volt egyenrangú ellenfelekként ábrázolni őket, de szerintük és szerintem is nagyon jó munkát végeztek. Az egyetlen kivetni valóm a zene, amit alá kevertek, hisz teljesen tönkretette az intenzív jeleneteket. Hallgassátok csak! Ez
valami Moody Utah robot ballada. A forgatás után a három darab DB5-ösből kettőtől azonnal megszabadultak. Az egyikért 157.750 fontot kaptak, viszont az 1484R alvásszámút restaurálták, és visszatérő vendég lett a Bond filmekben. Ez a konkrét darab szerepelt a Holnap markában, a Világ nem elégben, ahonnan végül kivágták a jelenetét, de Daniel Craig is ezt vezette a Skyfallban, a Spectre-ben, valamint a Nincs idő meghalni lassú jeleneteiben. Egyedül a Casino Royale-ban használtak másik példányt, hisz az balkorbányos volt. Az 1996-os karambolról már meséltem egy korábbi videómban. A filmben egy elvont banda mindennapjaiba kapunk betekintést, akik szexuálisan vonzódnak az autóbalesetekhez, valamint az általuk okozott sérülésekhez és hegekhez. A szemükben a leghíresebb karambolok számítanak a legizgatóbb ínyenségeknek, így a mozi egy pontján reprodukálják James Dean 1955-ös végzetes autóbalesetét. A színész és mérnöke 1955. szeptember 30-án épp egy versenyre tartott a Porsche 550-esével, amikor nem sokkal reggel 6 óra előtt egy szemből érkező 1950-es Ford Tudor átszélve a felező vonat bevágott eléjük, amit Dean már nem tudott elkerülni, és frontálisan karamboloztak. A filmben ezt a balesetet szerették volna lemásolni a fanatikusok. David Cronenberg, a mozi írója és rendezője később mesélt a felvétel részleteiről, ahol megemlítette, hogy nem alakult minden a tervek szerint a forgatás estéjén. A 9 millió dolláros költségvetésben nem fért volna bele egy eredeti Porsche 550-es lezúzása, hisz már akkoriban 2-3 millió dollárt kértek egy ilyenért, már ha felleltél egyet a 70 létező példányból. Így egy üvegszálból készült replikát használtak, amit a Beck cég készített, és egy Volkswagen bogár motorja hajtotta. Az ütközés pillanatában bábúk ültek a volánnál, és távirányítóval terelgették az apró Porsche-t, hogy ne legyen kockázatos az ütközés. Na most mielőtt a kamerák forogni kezdtek volna, a speciális effektekért felelős csapat igazán jó kis szórakozást talált magának, a távirányító segítségével fel alá kezdtek szágódozni a replikával, miközben nem ült benne senki. A különös látvány Davidnek, a rendezőnek is feltűnt, aki ekkor már odasúgta az egyik stábtagnak, hogy figyeld meg, össze fogják törni az autót. Néhány perccel később a jóslata be is következett, a srácok beborultak a távirányítóssal a zárokba, miközben perceken belül kezdetét vette volna a forgatás. Szerencséjükre a kár nem volt jelentős, de így is ki kellett kalapálni az autót, amin főleg az ablakkeret bánta a borulást. Cronenberg csak nevetni tudott az eseten, nem rúgta ki a srácokat, akik onnantól sokkal fegyelmezettebbek voltak. Manapság egy Beck 550 Spider értéke 50 ezer dollár körül mozog. A The Blues Brothers zenekar 1978-ban alakult, majd két évre rá kaptak egy saját filmet, azonos névvel, amiben a sztori szerint 5000 dollárt kell összeszedniük, hogy ne zárják be azt az árvaházat, ahol ők is nevelkedtek. A pénz összegyűjtése során számos ellenséget szereznek maguknak, akiket a Bluesmobillal egy 1974-es Dodge Monaco-val kergetnek az őrületbe. A mozi rengeteg emlékezetes karambol tartalmaz, amihez 13 bluesmobilt és több mint 60 rendőrautót használtak fel. Sejtetitek, szinte egyik sem érte túl a forgatást. Az eredeti film 18 évvel később kapott folytatást, de John Belushi 1982-es halála miatt a zenekar újjászervezéséről szólt a mozi. Sajnos az első részt meg sem közelítette, de azért letett az asztalra egy nagyon híres autós jelenetet, amivel ebbe a videóba is sikerült kvalifikálnia magát. Készítők szerint a forgatás alatt 104 autót törtek össze, amivel rálicitáltak az első rész 103-as értékére, viszont végignézve a filmet nincs az az Isten, hogy ez a szám valós legyen, legalábbis a végső változatban nem ennyit láthatunk.
Egy nyilatkozatban azt olvastam, hogy voltak olyan karambol jelenetek, amivel nem voltak megelégedve, ezért kivágták őket a filmből. Tipre a kidobott snitteket is beleszámolták a végső értékbe, így jöhetett ki ez a szám, kérdés, hogy így van-e egyáltalán értelme. Szerintem a legnagyobb gond az volt, hogy az eredetivel ellentétben itt nem volt klasszikus autós üldözés, inkább csak kaszkadőr mutatványok hullámzó minőségben, amik két komoly balesetet idéztek elő. Az első 1997. június 13-án történt. A forgatókönyv szerint a csapat, hogy elkerülje a rendőröket, akik a hídon várják őket, egyszerűen belehajtanak a folyóba, hogy minden gond nélkül a túloldalon tűnjenek fel pár perccel később. Az élethű jelenethez víz alatti felvételeket is készítettek, valamint az egészet egy számomra teljesen érthetetlen képsorral zárták. Forgatáshoz el kellett süllyeszteni az 1991-es Fordot, ami meglepő módon nem a folyó alján, hanem egy évek óta ott rohadó roncsadakat fenn. Miután rájöttek a turpisságra, autómentőt kellett hívniuk, akik egy daru segítségével emelték volna ki a roncsot, hogy ne legyen útban. Igen ám, de a procedúra közben az emelő elengedte a romos autót, ami ráesett az egyik stábtagra és a mellette álló kaszkadőrre. Sajnos előbbinek a lábát kellett amputálni, még utóbbi részlegesen lebénult. 3 hónappal később álltak neki leforgatni a film csúcspontját, az óriási tömegbalesetet, melyhez 54 rendőrautót készítettek fel, és látták el őket bukókerettel. Hogy utóbbi mire kellett? Szinte hihetetlen, de akkoriban ezekben az autókban mind emberek ültek, akik egy fémcsőben ugrattak, hogy aztán pár méterrel arrébb a roncskupacban landoljanak. Természetesen először a főszereplők autóját repítették a magasba, ami ilyen állapotban landolt a valóságban. Ezt követték az üldöző autók szépen egymás után. A mutatvány az utolsó előtti pillanatig a tervek szerint haladt, de pont az utolsó 3 kocsi akadt össze úgy, hogy ez majdnem egy ember életébe kerüljön. Bob Miner aznap már sokadik rendőrautót borította fel a filmhez, azonban amikor ezzel a 3 verdával zárták volna a jelenetet, az ezüst Fordban ülő kaszkadőrt a levegőben eltalált egy másik, kék rendőrautó, ami egy pankrátor mozdulattal földhöz csapta az ő kocsiját. A bukókeret ellenére Bob olyan erősen ütötte be a fejét, hogy nem bírt megmozdulni, így közel 1/2 órát kellett várni a fejjel lefelé, mire kiszabadították a mentők. A kórházba már helikopterrel szállították, ahol 2 hétig lábadozott, miután megállapították, hogy a homloklebenye súlyosan megsérült a becsapódáskor. Mindent újra kellett tanulnia, de végül felépült, és a jelenete is benne maradt a Guinness rekordot érő mutatványban, amit a következő alanyunk 2 év múlva lemásolt. Az első 2 taxifilmben látott balesetekről már beszéltem korábban, úgyhogy most egy kalap alá vettem őket. Az eredeti 98-as rész nevetséges 8,7 millió dollárból készült, így a stábnak nem volt költségvetése az autókat lehetetlen helyzetben ábrázolni, így ha le akarták nyűgözni a közönséget, az bizony tempós és kockázatos vezetéssel tudták csak megtenni. Itt jelezném, hogy számomra ennél jobb recept nincs is egy kiváló autós jelenethez. Egy jó koreográfiával, profi kimért vezetéssel és nem mindennapi kameraállásokkal szerintem minden autófant le lehet nyűgözni. Csak ugye ez több munka, mint felkaptatni egy rámpán, aztán megnézni, hogy hollandul a verda. Tehát a csapat kénytelen volt az úton a statisztákat kerülgetve megoldani az akciót, ami nagyon jól sikerült, szerintem a mai napig ezek a jelenetek a legjobbak az egész taxi franchise-ban. Viszont egy véletlen karambol becsúszott ebbe a jelenetbe. Itt egy eredeti 500-et sikerült lezúzni, amit végül beleírtak a forgatókönyvbe, de a sérülést már nem tudták teljesen megjavítani, hisz abban a pillanatban nem volt elég V8-as, szélesített kasznis Mercedesük a produkcióhoz. Hogy megoldják a gondot, felvettek egy extra jelenetet, ahol a V124-es elcsap egy Renault-t. Ha megnézzük a forgatási képeket, látszik, hogy a szándékosan összetört Mercedes nem egy kiszélesített 500-as, hanem egy sima, keskeny karosszériás 300E volt.
később láthatjuk, hogy ennek a roncsnak tették fel a motorház tetejét és a sárvédőjét a V8-as példányra, és foroghatott tovább a kamera. A film óriási siker lett, így azonnal berendelték a folytatást, amiben mindenképpre akartak licitálni az elődre, de sikerült túltolniuk a dolgot. A mutatványokért ezúttal a GoldenEye-ban már említett kaszkadőr és koordinátor Remy Julien felelt, aki általában szeretett belecsempészni a filmjeibe inkább mesébe illő trükköket. Az egyik korábbi moziából át is emel gyorsan egy ötletet, így Fantomas Citroënje után már a taxi is tudott repülni. Éves távlatból kijelenthetjük, hogy nem öregedtek jól ezek a valószínűtlen trükkök, főleg a filmvégi ugratás, amit még a gyerekcipőben járó zöld bászon segítségével rögzítettek, de nem azért, mert lusták lettek volna. Eredetileg le akarták forgatni mindenféle számítógépes effektus nélkül, de a mutatvány elsőre nem sikerült, így Remy Julien 1400 filmmel a háta mögött úgy döntött, megemeli a rámpa szögét és az autó sebességét. Ez együttesen túl soknak bizonyult, és az autó átrepült a neki szánt dobozok felett, egyenesen a stáb közé csapódva. Három embert elütött, akik közül a 41 esztendős Alain Dutartre olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az esetet több évig húzódó per követte, amiben végül elítélték a kaszkadőrt, és 18 hónap felfüggesztett börtönt, valamint pénzbüntetést kapott. Szerintem ez a haláleset nagyban hozzájárult, hogy a következő taxifilmekből teljesen eltűntek a veszélyes akciójelenetek. Remy Julien az eset után főleg a párizsi Disneylandben szórakoztatta a közönséget autós trükkökkel. A koordinátor a 2021-es halála ellenére a mai napig etalon név a szakmában. Ezzel a végére értünk a második epizódnak, de ne felejtjétek, hogy még van 6 filmem az utolsó, befejező részhez, úgyhogy mindenképp iratkozzatok fel, hogy elsőként értesüljetek arról is, amikor elkészültem vele. Köszönöm szépen a figyelmeteket, a csatornatagoknak a támogatást, sziasztok!